neked melyik tetszik, Marcel? Akarom hallani, mert különben kiszállt. Marcel, nem fogsz beszélni soha? Ja, de. Oh my god. Ez egy 2000 forintos meleg szendvics. Nem hiszem el. Ez nem evilági. Figyelj, ez a nap jó. Tehát nem olyan szar, hogy együtt vagyok veled, meg hülyéskedünk, meg zabálok ingyen. Beleesett az ülés és a izé közé. Sziasztok srácok, jó reggelt! Igen, és most tényleg jó reggelt van. Nagyon-nagyon korán keltünk, legalábbis én korán keltem. 8.30 van srácok, 8.30. És itt van velem Marcello! A sztár vendég, nagyon-nagyon szeretett volna már egy videót velem, és méghozzá egy gyors éttermes videót szeretett volna, viszont ugye én a múltkori videóban mondtam, hogy ez volt az utolsó, de most úgy voltam vele, hogy jó, Marcel szeretni, szóval itt vagyunk a gyors éttermi kaják negyedik részével, ez lesz a negyedik rész, és hogy miért keltünk ilyen korán? Gyors éttermi reggeliket fogunk kóstolni, KFC, Burger King, McDonald's, ezeket mind, nem ettünk még semmit, nem ittunk még semmit, szóval nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, és egyébként fun fact, hogy Marcel se evett még így nagyon reggeli dolgokat. Én se, szóval mindig ki voltam akadva, hogy ilyen toastok, meg tudjátok, ezek a fura dolgok vannak, ide be fogok egyet vágni, hogy ezt ki szereti, szóval két buci és benne egy sajt, fúj. De ezeket fogjuk most megkóstolni, tartsatok velünk, ha érdekel. Puszi! Nem tudom, melyik a körlámpa, várjál. Azt hiszem ez áthúzva. Lol. Nem vagyok kötve, oké. Okay. Egyébként semmit nem látok, tehát annyira köd van, hogy semmit. Te az égvilágon. Te lát? Piros, sárga után piros. Ó, a lámpámat? Na, megérkeztünk a McDonald's-ba, srácok. Marcel, eddig hogy érzed magad? Nagyon jól, ugye? Igen. Előtte megnézem még a lámpákat, hogy minden stimmel, ugye ködben nagyon fontosak, még fontosabbak a lámpák, mint amúgy, és meg fogjuk nézni, hogy miket akarunk itt a McDonald's-ba enni. Drive, szigorúan drive, egyébként tök érdekes, hogy nyitva van itt az étterem része is, de most drive-ozni fogunk, ugyanis ez egy drive-os videó. Itt vannak a McReggelik gyerekek, itt. Nagyon-nagyon látszik. Szóval van egy olyan, hogy BLT McMuffin. BLT. Az meg mi? Na mindegy, szóval ez egy új termék, amúgy szóval biztos, hogy ilyet fogok enni. Van egyébként tojásos McMuffin. Tojásos békonos McMuffin, van csirkés McMuffin, vannak chicken nuggetsek. McChicken, Big Mac, sajtburger, fresh McMuffin. És akkor itt vannak ezek a furák, tudjátok, ez a békonos toast, amit csak konkrétan... Ja, és ez a kedvencem, nézzetek? Dupla sajtos toast. Dupla sajtos toast, tehát ez úgy néz ki, hogy két buci, megfordítva, kifordítva, benne két sajt. Úgyhogy ezt is meg akarom kóstolni, mert ez valami rémes. Akkor a Marcel egy tojásos békonos McMuffin fog kérni. Szia, szeretnék kérni egy, nem, kettő darab dupla sajtos toastot, egy BLT-s McMuffint, meg még egy fresh McMuffint szeretnénk kérni. Köszönöm, szia! Na hát nagyon-nagyon szépen látszik minden, de srácok, ezeket rendeltük, szóval nagyon izgatottan várjuk a végeredményt. Elő kell vennem a pénzt. Nincs itt a pénztárcám. Nincs itt a pénztárc. Jézusom, várjál, de hol van a pénztárcám? Ló. Még jó, hogy van és létezik Apple Pay, srácok. Ez egy csoda. Ez egy csoda, ugyanis ilyenek, mint én, akik elfelejtik elhozni a rendes pénztárcájukat, nem tudom, mit csinálnának most. Na, itt vannak a kis reggeli snackjeink. Ezeket mindjárt meg fogjuk mutisztatni nektek, nagyon kis cuki, és 2000, mennyit fizettem? 2440 forintot fizettem, srácok, szóval ez azért tök jó. Igen, most meg fogjuk őket postani, és egyébként szerintem ezzel simán jól lehet lakni. Na, Marcel, megtaláltam már ezt a kis cuki kis dupla sajtos toastot, amúgy így néz ki, és nagyon kis kiút, ezzel fogjuk szerintem kezdeni. Szerintem ez lesz a BLT McMuffin, ez valamelyik McMuffin, mint egy sajtburger, minden nélkül, a sajt az itt ugye benne maradt, és így néz ki, mutatom, jó? Juicy Lucy sajt, ez amúgy de jól néz ki. Én is itt a nagyon sajtos résznél kezdem. Amúgy nem rossz. Nem rossz. Nem rossz, viszont nekem az volt mindig is a bajom, hogy ez a sajt, tudjátok, ami benne van, az összes burgerbe ez egy lapka sajt, és én például ezt melegszanyóba se szeretem. Szóval, hogyha otthon csinálok, akkor melegszanyóba rendes sajtot szeretek rakni, mert nekem ez furán műíze van. És ez sem más. A játék pedig nagyon egyszerű, amit kitaláltunk a Marcellal, ezt egyébként ő javasolta. Smash or pass, mese,
karakterek kiadás, ez lesz most, és azt beszéltük a Marcellóval, annyiszor fogom kimondani, ivós játékot lenne csinálni, amik ahányszor kimondom, hogy Marcel, vagy Marcello, vagy Marcello, annyiszor iszol. Az első a Mackie-nél, a Shrek-et találtuk ki, a Shrek-et mindenki szereti, mindenki is ismeri, egyszerűen a Shrek az a best, és ezeket a karaktereket fogjuk most smash or pass-ezni, és kifejteni, hogy miért smash, or miért pass. Szerintem akkor kezdjük az elsővel. Shrek! Wow! Milyen kreatívak vagyunk, Marcel! Ez egyértelműen smash. Smash. Smash, smash. És hogy miért? Mert Shrek nélkül nem lenne Shrek. Igen. Shreket mindenki szereti. Ja. Igen. Második, Fiona. Nyilván, ő is smash. Smash. Csak hogy miért? Fejtsd ki. Nekem azért smash, mert hogy is mondjam? Hát, nem tudom. Neked miért? Nekem azért smash, mert szerintem amúgy tök jól néz ki. Amúgy az igaz, szerintem is. Vörös haja van, ami nagyon szép, és jó fej. És tiszta helyén van a szíve, tiszta a lelke, ennyi. Majd a következő. Szomár. Szomár. Smash. 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 De nekem, nekem azért smash, mert nekem a filmben az, amikor mondta, hogy ott vagyunk már. Atyanyunk már. Az kemény volt, meg ő az egy ilyen vicces karakter ebbe. Szóval, hogyha amúgy ez a, nem kíván... lenne, igen, akkor nem lenne a Shrek olyan vicces, amilyen. Ugyanez nekem is. Igen. Hogy ő egy ilyen nagyon jó karakter, szerintem nagyon jó kitalálták. Mindig kell egy olyan karakter, aki lehet itt tényleg nevetni, és így oda teszi magát, és a Samara az pont ez ilyen. Nagyon. Negyedik. Szinke herceg. Pass. Ő egyértelműen pass, és nem csak azért, mert tipikusan nem szeretjük. Nem tudok vele azonosulni. Nekem milyen... Nem tudom. Ripacs, narcisztikus, minden benne van. Szerintem amúgy nem is vicces. És ő benne például nem látom a jót. Nem tudom, írjátok meg, amúgy nyugodtan lehet majd komment szekcióval veszekedni, hogy ti mit gondoltok az egyes karakterekre, de ő egyáltalán nem. Szóval vannak olyan rossz karakterek, akiknek így belelátok a lelki világába, és azt tudom mondani, hogy ő azért rossz, mert... De nekem nem. Nekem szőke az mindenképpen. Ez. Neked ugyanez? Igen. Doris. Doris. A Doris esetleg, ha nem ismernétek, mindegyikről egyébként külön be fogok majd vágni egy képet. Kezdem akkor én, jó? Nem kezdte. Jó, nekem ő smash. Smash, igen. És ő azért, mert ő kedves volt, és ilyen, hogy is mondjam, beleillik a történetbe. Igen. Szóval, hogy benne van. Hogy... Meg a hangja, annyira jó volt a hangja. Nagyon vicces, hogy férfi hangot adtak egy női, idézős női karakternek. Szóval... És ez a szemölcsítés. Igen, és tegnap pont egyébként már nagyjából végigbeszéltük ezeket a karaktereket, mikor kitaláltuk. Szóval Doris az például ugye jó fej is, mert segít, és ő először úgy érzed, hogy rossz karakter. Aztán kiderül, hogy mégis jó, mert ugye segít, valamit a szőkével csinált valamit. Úgyhogy összességében egy jó fej karakter. Szóval nekem is ő egy smash. De még mielőtt tovább mennénk, szerintem kóstoljuk meg ezeket a McMuffinokat. Nagyon, igen. Mert ez a kis toast, ez a tiéd, majd mutítsd meg a kamerának már. Kamiba. Ez egy mukbang. Itt meg kell mutatni a kamerába. Kamera. Tehát így néz ki, igen, ez az enyém. Amúgy nagyon vicces ez a McMuffin. Szerintem a neve is vicces, hogy McMuffin. Másrészt így néz ki, nézzétek így. Enyémben van torna. Ja, ez a tojás. Szerencsékére! Így néz ki, ez a bucinak a felső része, és akkor itt van a bacon, így, és akkor ez egy ilyen kör alakú kis tojás. Szóval nagyon-nagyon jól néz ki. Milyen ízre mászál? Mm. És ez a buci is jó. Hát egy 10/8. 10/8. Finom, de én azért mondtam, hogy 10/8, mert nagyon szétesik és folyós. Nekem 6-os. Mi? Nem szeretem a tojást. Szóval az a baj, jó, az ha nem szeretitek a tojást, akkor egy tojásos McMuffin lehet, hogy nem a legjobb választás. Na mindegy. Mertünk tovább. Kira karakterül. Köszönöm. Ki a következő? Tinder egy, kettő, három, pass. Ő pass, mindenképpen pass. Őt sem tudom megérteni. Ugyanolyan hülye, mint a fia. Vagy fordítva. Tele van majonézzel. Kifolyik. Azért. Öcsém meg fog ölni. Tehát, hogy ez, igen, elnézést, sajnálom, bocsánat, öcsém. Mézi! Mézi, ez nem kérdés, 1, 2, 3, smash!
ő nekem azért smash, mert... Őt ki se kell fejteni, egyszerűen halál cuki. A mézes kalácsot amúgy is szeretem, mondjuk ez elég morbid, de szeretem, szóval ilyen kis együgyű, meg ilyen kis cuki. A következő, az pedig furán van leíró, hogyha Marcelo ezt nem tudta értelmezni, az a Farquard nagyúr. Farquard nagyúr, ő az első részben szerepelt, nekem ő nem szimpatikus, ugyanannyira nem szimpatikus, mint a szőke. Te tudod, hogy kiről van amúgy szó? Annyira nem? Nem. Smashol pass? Pass. Akkor inkább pass. Jó. Kövi. Kövi és az utolsó, mert megyünk át egy másik étterembe. Rumpel Stilskin. Azért ezt mondjuk ki egy párszor. Rumpel... Stilskin. Rumpel Stilskin. Rumpel Stilskin. Igen. Szóval Rumpel Stilskin, megmondom én az őszintét, hogy őt én nem ismerem nagyon, ugyanis a harmadik Shrek az már furi volt. Van, aki azt szereti egyébként nagyon, de ez nekem nincs annyira meg a Rumpel Stilskin. Te mit gondolsz Rumpel Stilskinről? Ezt a szót viszont szeretném persze kimondani. Persze, persze, nagyon persze. Azért mert... De miért ő nagyon rossz volt végig? Igen, ő igen. Jó, a végén azért kicsit... Inkább pass. Jó, én hallgatok rá, szóval nekem is pass, csak nem tudom, hogy miért. Ez volt a McDonald's-os rész, most megyünk tovább a... Burger Kingbe. A következő állomásunk a Burger King, ahol pedig újabb karaktereket fogunk kibeszélni, és újabb reggeliket fogunk megkóstolni. Szóval, srácok, ez ilyen reggeli videó, tartsatok velünk, tele vagyunk ennek... Kellett volna kávét kérnem. Itt vagyok én, igen. Éppen koncentrálok, hogy mikor vált zöldre a lámpa. Rohanunk a Burger Kingbe, amit már egyébként tegnap megnéztünk, és ott nagyon-nagyon jók a reggelik, tehát ez egyértelmű. Írjátok meg amúgy kommentbe, hogy szerintetek melyik a legjobb gyors étterem, mert csináltam már több ilyen szavazást, és tudjátok miért, kisrácok? Az, hogy a McDonald's a best. De ez nem igaz, a Burger King a legjobb, srácok. A Burger King a legjobb. Ugye, Marcel, Burger King? Neked melyik tetszik? Hát melyik tetszik, Marcel? Mondd ki! Akarom hallani, mert különben kiszállt. McDonald's. De... Egy dolog. Miért? Csak ezt erre akarok választani, miért? Finom a Burger King, vagy ilyenek, de igen? Utána két napig fut a hasam. A Mackinél, várja, a Mackinél finom a ketchup. Az igaz. A Mackinél finom a krumpli. Best, csak az ő krumpliok, illetve a sajtburger, ez a három. A Burger Kingben pedig rengeteg minden jó, szóval így nehéz választani. Hát nem tudom már szerintem, hogy vagy, de nekem ez nagyon zárónak tűnik. Tehát, hogy egy lélek sincsen. De itt jön. Ja, jönnek mögöttünk, jó. Na, mivel nincsen senki a drive-ba, de várja, lehet, hogy jön egy hölgy, aki most eligazít minket, hogy amúgy zárva van. Szia! Tessék! 9-től vagytok nyitva? Ú, mennyi az idő most? 8:33. Nagyon szépen köszönöm. Szia! Szóval, srácok, 9-től van nyitva, ez azt jelenti, hogy el fogunk menni a KFC-be. Nem néztem az időt rendesen, szóval most a KFC-be fogunk először menni, és akkor utána visszajövünk. Remélem, a KFC az nyitva van előbb. Úgyhogy most megnézzük azt. A Stumpf Patrik és a szervezettség. Köszönjük a lehetőséget. Ojaj! Lehet, hogy be kéne mennem megkérdezni, ott ül egy srác. Úgyhogy mindjárt megkérdezzük, hogy nyitva van a drive. Várja, megkérdezem, jó? Upszi, az a másik. Szia! A drive is? Mi? Igen. Köszi szépen! Nyitva vannak, szóval ez jó, csak valószínűleg senki nem akar ide jönni, mármint hogy mindenki otthon pihen és alszik. Ja, és fun fact, srácok, hogy volt TikTokon egy ilyen kampánya a KFC-nek. Ezt figyeljétek, úristen, ezt most meg kell mutatnom, srácok. Ezek a reggelik a KFC-be, végre rendesen ki van ide téve minden, és ezeket kóstolták meg a TikTokerek TikTokon. Ezt a palacsintát nagyon-nagyon jól néz ki, van ilyen Toast Deluxe reggeli kurító. Marcel, te melyiket szeretnéd? Mi legyen a másik? Reggeli kurító. Reggeli kurító? Jó, akkor kérünk egy kurítós reggelit, jó? Megfogod a kamerát? Nem vezethetek kamerával. Safety first! Safety first! Üdvözlöm, hallgatom a rendelését. Szia! Szeretnék reggelizni, és szeretnék kérni egy kurítót, egy reggeli kurítót. Akkor szeretnék kérni egy másik reggeli, csak ezt a toast változatot. Rendben. Illetve még kettő palacsintát szeretnék kérni. Nem tudom, ott milyen öntetek vannak? Eper. Akkor eper öntettel. 4110 forintot kérni az ablaknál. Köszi, szia! Ez egy kicsikét sok. Nem, Marcel? Mit gondolsz az előbbi 2000 forintos McDonald's-hoz képest? This is really sok.
Mit gondolsz, megfagytál, Marcel? A Marcel először veszi fel a YouTube videóimat, teljesen be van feszülve, így fogja a kamerát, hogy még véletlenül mozogjon be. Leírjátok be azt, hogy... Várjál, átveszem, Marcel. Szóval teljesen be van feszülve, mondtam neki, hogy ne rezegtesse a kamerát, azóta így fogja. Bocsi. De semmi gond, ez az első, és nagyon ügyes vagy, Marcel, és ez a lényeg. Szóval most ki fogjuk kérni a reggelit, és amúgy nagyon sok. Szerintem ez sok, ez a 4000 forint. Jó, Marcel, elveszítettük, szóval szerintem sok. De lehet, hogy nagyon finom, úgy, mint a Pokéball, szóval meg fogjuk ezt is most nézni. Egy autó áll mögöttünk. Ez a zaj, ez az ő autójában jön. Hogy lehet ilyen hangos autóba vezetni amúgy? De most tényleg, Marcel, őszintén. Engem tökre zavarna, hogyha ilyen hangos lenne, akik fogom. Electric first. I'm a Tesla guy. Marcel, nem fogsz beszélni soha? Ja, de. Elkészült. Köszi szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Tehát akkor Marcel megmutatja sírkék nekünk. Sírkék vannak rajta, de ez palacsinta. Nem, ez az én toastom. Akkor... Nagyon jó illat van egyébként, srácok, ezt nehéz átadni. Wrap, vagy a wrap. Ez a kurítód. Ez a kurítód. Szerintem ezek lesznek a palacsinták. Oh my god. Oh my god. Ilyen... Műanyag. Yes. És nem fa. Ja, hogy, ja igen. Jézusom, tényleg el is fejtett. De ez meg fa. Ez ilyen Save the Turtles KFC Edition, tehát ez műanyag. Well. Epersószot, kettőt. Ezek a gusztis epersószok vannak hozzá, nézzétek. Nem lehet sajnos választani, kérdeztem a hölgyet, hogy milyen szószok vannak. Őszinte leszek, én nagyon szeretem a juharszirupot, és tök jó lett volna, ha lehetett volna a juharszirupot, vagy sóskaramellás szirupot kérni rá, de csak epreset lehetett. Viszont most megkóstoljuk őket, nézzük is akkor meg. Az enyém az meg egy ilyen kis cukiság, mint hogyha anyukám csomagolta volna egy a susuba. Gyerekek! Ez mi a... Mármint nincs ezzel bajom, de ez egy melegszenyó. Ez egy 2000 forintos meleg szendvics. Ugye meg majonéz? Nem. Hát most nagyon szomorú vagyok, Marcel. De nem. Kifizettünk 4000 forintot és nem ízlik. Meg lehet enni egyszer. Aha, meg lehet enni egyszer, úgyhogy csomagolja el. Ennyi volt. Én most nagyon tele vagyok. Jó, akkor közben beszélgessünk. Annyira keveset beszéltem amúgy is ebben a videóban. Ilyen krónikus, nem tudom, szófosásom van állandóan. Finom úgy, hogy finom, és azt akarjad, hogy az, a KFC azt hallja, hogy finom, vagy finom úgy, hogy yes, that's finom. Nem. Azt hittem, mellénk fognak állni ezzel a hangos autóval. Ez egy Mercedes. De így nem lehet vezetni, hogyha ilyen hangos, hát nem hallod a zenét. Következő srácok, az pedig a Toy Story. Jó. Nem bírom ki, meg kell kóstolom a palacsintát. Doboz, csak a szoki, amúgy imádom, mindent ebbe raknak. Ebbe kapom a hot wings-t, ebbe kapom a hot stripseimet, és ebbe kapom a palacsintát is. Az illata finom, nagyon-nagyon squishy. Marcel, ez nagyon finom. Ha igen. De úgy mondtad, hogy meg lehet enni? Gyerekek, ez a best, oh my god. Megelt a 4000 forintot. Ez igen. Oh my god. Uh-huh. Ebből beteszem a cuccaim. Ez nagyon jó. Jó, engem elveszítettetek a videó további részéhez. Na, akkor folytatom a videót. Sziasztok, srácok! A mai videóban Toy Story a következő. Ezeket fogjuk értékelni, illetve Smash or Pass. Can you not zörögni in the video, please? Szóval a következő Toy Story... Marcel! Szóval Woody, Smash or Pass? Smash. Nagyon izgalmasan mindig azokkal a karakterekkel kezdtük. Valahogy ezek jutottak eszünkbe, tehát hogy a főszereplő, illetve a legjobbakkal megyünk. Úgyhogy nekem is nincs miről beszélni. Cuki, szeretem, nagyon-nagyon jó fej. Ennyi. Woodyról többet nem tudok mondani. De tudsz még valamit kifejteni? Nem, ugyanez. A következő pedig Buzz. Buzz Lightyear, Smash. Viszont az új filmje, biztosan úgy beszélek róla, mint hogy élne, viszont az új Buzz Lightyear az nem tetszett. De a régi Toy Story az ugye jó volt. Te mit gondolsz róla, Marcel? Igen, Sid. Megbeszéltük, hogy Sid, ugye a... Ide fogom rakni, hogy ki ez a Sid. 3, 2, Pass. Miért? Ismét egy olyan dolog. Jézusom, én nem is ismerem az öcsémet. Azt hiszem, hogy nem ismerem az öcsémet. McDonald's-ot szereti, specially Sidet. Hallod? Ki vagy te? Jó. Ez egy poén volt, ugye? Pesz, igen. Na, pesz. Jót nevettünk, közti? Rex. Aki esetleg nem ismerné Rexet, ő a T-Rex, azért ez találó. No, én nem tudok betelni ezzel. Nem elég a 3. Tehát mindjárt visszamegyek és kérek 20 darabot. Következő videó ez lesz. Jó, 3, 2, 1. Smash. De miért? Ja, jó fej. Jó fej. Egyszerűen igen. Tetszik az, hogy ilyen kicsit ilyen bugyuta. Igen. Ja, mégis vicces. Andy. Ez nehéz kérdés amúgy, nem? Szóval szerette a játékait, viszont ahogy felnőtt, ugye mindannyian megtapasztaltuk, hogy egy idő után már nem úgy
vigyázunk a játékokra, hogy úgy volt, hogy kidobja a régi játékokat, viszont odaadta annak a kislánynak. Hogyha majd lesz új Toy Story, akkor így fog folytatódni, hogy a kislány lesz az új főszereplő. Na te mit gondolsz erről? Ugyanezt. Marcelnak van saját egyedi véleménye, ő egy véleményvezér. Mit gondolsz? Ugyanazt, amit te. Elnézést! Vedd komolyan a videót, Marcel! Ja, ez csinál más. Nyomkodja az iPad-et. Halló, this is my YouTube videó. Nézd, ez egy Candy kamera, oda kell nézni, látod? Ott történnek az események, nem az iPad-en. Köszönöm szépen. Szóval, mit gondolsz a következőről? Krunkli fej. Smash. Stinky Pete. Stinky Pete, ő a bányász. 3-2-1. Smash. Besz. Miért? Én nem szeretem őt. Engem ő... Nem. Nem hiszem el! Ez nem evilági. Pesz. Mit? Várjál, most elmondtuk, hogy Smash or Pass? Igen. Smash. És most átváltottad a véleményedet az enyém miatt. Oh my god! A legjobb influencer vagyok. Smash. No way! De Smash. Miért Smash? Akarom ezt hallani, mert kezdelek nem ismerni. Ki vagy te? Tök figurás. Az mit jelent? Odaillő karakter. Jó. Oké, tehát ő egy odaillő karakter abban a mesében, ahova odaillik. Marcel véleményét hallottuk az előbb. Következő szerintem jöhet. Zörg. 3-2-1. Pesz. Nincs mit. Megjárjunk újra. Ki ne találd, mert hogyha villa van a kezemben, kés, és nem félek használni. Nem akarok semmit erről hallani. Következő, ki a következő? Mackó. Egyértelműen 3-2-1, pesz. Ja? Marcel, elnézést! Te melyik univerzumban vagy? Haló? Videózunk? Smash! De most ez mi volt ez a Matrix beakadás? Úgyhogy itt végeztünk. Menjünk a Burger Kingbe. Tehát én fogok kérni szerintem, hogy adag skanaxot. Aki ismer, azt tudja, hogy szeretem az egészséges életmódot. Reggelire én zabot szoktam vízzel. Nagyon-nagyon-nagyon nem jó. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy healthy. #healthy. Sőt, nem fogok ilyeneket enni. A palacsintát maximum, hogyha azt minden reggel tudnám enni, azzal nem lenne bajom, de a többi az no. This is a no. Hogy de itt nem pontozzuk. Jaj, tényleg. Mégiscsak figyelsz. Szóval akkor mit mondasz? Akkor most én mondom a 7 és felet. 5/4. Mi? Marcel, 5/4 az hogy jött ki? Hát 10-es skálán csináltuk eddig, nem 5-ös skálán. Ja. Vagy 5,4 az meg úgy még hülyeségebb. Akkor 10/4. Tehát akkor 4-es tartsz a 10-ből? Mm-hmm. Jó. A reggelik amúgy a Burger Kingben a legkevesebb, úgymond, mert összesen biztosan 3 darab burgert lehet választani. Szerintem kérjünk, kóstoljuk meg egyszer. Tudod mit, kóstoljuk meg a sajtos tósztot náluk, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy melyik finomabb. És akkor végre eldől az, hogy Burger King vagy McDonald's. Mit szólsz, Marcel? Szóval ezt fogjuk választani. Amúgy ez a nap jó. De jó, de örülök. Így vigyem el a Marcelt bárhova is. Amúgy, figyelj, ez a nap jó. Tehát nem olyan szar, hogy együtt vagyok veled, meg hülyéskedünk, meg zabálok ingyen. Ez egy jó nap. Tehát a nálam a jó az a 4. A 4-es értékelés a jó. Minimum azt kéne mondani, hogy figyelj, Patrik, ez a nap szuper jó. Életem legjobb napja. 10 évemnek a legjobb időszaka. Igen, köszönöm. 4110 forintot fizettünk. Igen, ezen már túl vagyunk. Welcome to my channel. Oh my Jesus, és pont most van piros. Várjál, ez a piros az ám nem vonatkozik. Nem, ez zebra. Tehát az, hogy én otthonosan vezetek Pécsen, az ugye nem azt jelenti, hogy jól is. De én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem az ember sírig tanul. Mondjuk ez a lehető legrosszabb példa a vezetés közben. Szóval megérkeztünk, srácok, a Burger Kingbe. Valószínűleg mi leszünk az elsők. Úgyhogy nagyon-nagyon várhatnak már minket a hülyeségeinkkel. Tehát akkor fogok kérni egy 2 darab amerikai palacsintát, juharszirupbal. Fogok kérni egy kávét, ugyanis ez már az utolsó, és nekem literálisan szükségem van egy kávéra, bár ez nem egy Starbucks, de tökéletes lesz. Annyira félek, hogy itt egyszer lepatkázok. Üdvözlöm a Burger King-nél, várom rendelését. Szia! Szeretnék kérni 2 darab amerikai palacsintát juharszirupbal, illetve 2 darab sajtos tósztot, ilyen reggeliset, illetve még egy láttét szeretnék kérni. 2320 forintot szeretnék kérni a második ablaknál, köszönöm a rendelést. Köszi szépen, szia! Köszi szépen. Édesítőszert, így a 6000 kalória mellé.
Köszi szépen. Köszi. Szia. Hello. Ezek a mini palacs. Mini palacsinták, ilyen kis, nagyon kis cukik, nézzétek. És ami best. A juhar szirup. Én kértem ugye egy fejercsoki shaken espresso-t, nem egy macchia latte macchiato-t. És ezek pedig a kis toastok. Az öcsém megölne, hogyha ezt látná, ami most itt így a kocsiában van. Mindegy. Na, mutizd meg akkor az elsőt, hogy ez micsoda. Ez egy toast. Kifordított toast kenyér benne sajttal. Mit érzel amúgy? Sajt. Amúgy ez nagyon vicces, srácok. Konkrétan kifordítva rakják össze. Ki van fordítva, és itt ugye a bucinak a szezámmagos teteje. Már jól indul a reggelem. Kávé nélkül nincs reggel. Tehát mutatom nektek. Cheese, yummy! Tehát, hogy literálisan tényleg ki van fordítva. Ez rémes, Marcel. Ez rosszabb, mint a Mac is. Ezt aláírom. Nagyon rossz, gyereke. Hello, Burger King. What are you doing? Ariana. Ez viszont így néz ki, mutatom. Juhar szirup juhárból. Pancake szirup. Írjátok meg kommentben, hogy szeretitek-e, mert amúgy én mindig úgy voltam vele, mint a Nutellával, hogy juhar szirup az maga a mennyország. És akkor meghallottam emberektől, hogy fúj. Én meg egy girl. És akkor így néz ki, ilyen mini palacsinta, és így pont belefér. És ezt figyeljétek. Oh my goodness. Bocsi, Ádám! Ha ragadna a kormány, vagy az űrés, akkor ez nem én voltam. Doppergés, te emlékszel, mit beszéltünk talán? Harmadiknak? Spongyabob. Spongyabob. Aki nem ismeri a Spongyabobot, azzal nem szívesen beszélnék. Spongyabob. Ezzel kezdjük rögtön, Spongyabob. 3, 2, 1. Smash. Elmondod, hogy miért esetleg szeretném... No way! No way! Oh my lord, ne! Mere esett az ülés és a izé közé. Most majdnem csúlyát mondtam. Miért? Mert ez a legrosszabb hely, ahova esett egy palacsinta. Hol tartottunk, Marcel? Patriknál. De nem mondtuk el, hogy a Spongyabob az miért smash. Azért smash, mert ő szivacs. Ennyi? Én akkor elmondom azért a véleményemet, kicsit jobban kifejtem. Szerintem egy nagyon-nagyon aranyos kis srácról beszélünk Spongyabob személyében. Viszont egy kis ADHD-val küzd, de amúgy cuki. És nagyon-nagyon nagy szíve van, szóval nem tudom, hogy egy szivacsba hogy férhet el ekkora szív. Következő Patrik. 3, 2, 1, smash! Ez már csak miattam is smash. Én egy vagyok Spongyabob barátjával, Patrikkal, mi ugyanazok vagyunk. Nagyon jó fej, nagyon buta. Jézusom, ez tényleg én vagyok. Lol. Következő pedig Tunyacsáp. 3, 2, 1. Smash. Tunyacsápról azt kell tudni, hogy ő kicsit megunta az életét, megunta a munkáját, utál mindenkit maga körül, de szerintem még magát is, szóval ő egy nagyon fura jellem. Néha tudok vele azonosulni abszolút, de nem mondanám azt, hogy ő rossz lenne. Egyszerűen csak tényleg sok neki ez a közeg, más akart, ő egyszerűen zenész akart lenni. A következő Plankton, 3, 2, 1, fesz. Kiszállnál az autóból, légy szíves, Marcel. Most volt elegem, miért? Akarom tudni, hogy miért. Tehát ebből gyere ki jól. Miért? Miért smash a Plankton? Mindenkinek rosszat akar? Nem, de várj! És a tervei mindig rosszul sűrnek el, és annyira... Ennyi? Igen. Ez? Igen. De azt nem nézed, hogy belül mennyire gonosz, meg akarja szerezni minden áron, el akar mindenkit taposni. A Karent megalkotta, és úgy beszél vele, mint a legrosszabb ellenségével. Szóval szerintem ő egy rossz ember. Írjátok meg kommentbe, úgyhogy nyugodtan lehet a veszekedés. Amúgy mind ahány ember, annyi vélemény. Szeretném ezeket látni, és egyébként én is részt fogok venni majd a komment szekcióba. Meg fogom védeni az igazamat, úgyhogy tegyétek nyugodtan ti is ezt. A következő pedig, és utolsó. Megmutatom, srácok, miről beszélünk, ami a ma a Marcelt összekonfüzálja. Ott vannak ilyen paplanok, és le vannak takarva, és ott dohányzik az ember. Srácok, ne dohányozzatok! Tehát ez nem jó tevékenység, nem szabad dohányozni, mert nem szabad. Ez egy fun fact. Na, utolsó, zárjuk le, Pufaszony. Pufaszonyhoz érkeztünk. Marcel már nagyon unja a videót, látom rajta szomjas, úgyhogy fogok neki venni egy kólát. 3, 2, 1, pass! Azért, mert soha nem adtad a Spongyabobnak a jogosítványt. Ugyanez. Én nagyon-nagyon nehezen szereztem meg a jogosítványt. Ha kitaláljátok, hogy miért, akkor azt nem veszem zokon. Nem vagyok egy olyan jó autós. Ezt sokan tudják már, ez sajnos egy tény rólam, de folyamatosan tanulok és próbálkozom. És valahogy átéreztem azt, hogy Spongyabob sose kapta meg a jogosítványt, és ez olyan szomorú volt, pedig nagyon törekedett. Úgyhogy ez abszolút az én életutam, és tök rátérzem. Úgyhogy nem szeretem Pufaszonyt, pont ezért. Igen. Véget ért. Nem tudom, értékeltük a Burger Kinget? A reggeliket nézve nekem ez egy 5-ös. Nekem ez egy 6-os, és a maga az étterem az nekem egy 2-es. Cut the camera ass right now. Nem fogok vitát nyitni a 10 éves öcsémmel, de legszívesebben megtenném. Sőt, még olyan dolgokhoz is folyamodnék, amiket később megbánnék.
családbarát content, azért ne egy kettest kapjon a Burger King, légy szíves, ha már az öcsém vagy. Burger King az egy jó étterem, és adok neki most az egyszer egy 9-est. Jó. Azt elfogadjuk. Szóval, srácok, ennyi lett volna ez a kis videó. Reméljük, hogy tetszett nektek. Marcel nagyon élvezte. Én amúgy tökre élveztem Marcellel a forgatást. Nagyon egyszerű, nagyon-nagyon egy hullámhosszon vagyunk, azt érzem. Ő is ezt érzi, ugye, hogy megvan közöttünk ez a kémia, ez a családi kötelék. Úgyhogy, ha szeretnétek még hasonló videókat látni, nem feltétlenül gyorséttermeset, légy szíves. Megbeszéltük, hogy a harmadik az utolsó, és már a negyediknél tartunk. Ha szeretnétek még hasonló videókat, amiben ez a gyermek itt mellettem van, és segítkezik nekem, írjátok meg kommentbe, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, srácok, iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a csengőt, kövessetek be minden social media platformon, a Marcelnek Instagramja van, ezt ide fogom tenni, viszont, srácok, ő nem aktív még az Instagramon, én kezelem az Instagram profilját, mert nem engedem neki, mert a social media toxik. Találkozunk a következő videóban, srácok, addig is szép napot, sziasztok! Puszi! Na, sziasztok!